Nem kell aggódniuk a sepsiszentgyörgyi szülőknek. Az önkormányzat nem a tanintézetekben kezdi majd az energiaválság miatti sporlást, nyugtatta meg Antal Árpád polgármester az aggodalmaskodókat. Számos szóbeszéd terjedt Sepsiszentgyörgyön, de más településeken is az iskolák energiaellátásáról. A szülők attól félnek, hogy nem lesz fűtés, hideg lesz a tantermekben, illetve hogy emiatt visszatérhet az online oktatás. Ezt az alaptalan rémhírt cáfolta meg ma sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A tantermekben nem lehet hideg. Elmondta, eddig is kifizetett minden számlát az önkormányzat, és ezután is megteszi. Egyetlen iskolát sem szólított fel a spórolásra. Bár az energiahelyzet kiszámíthatatlan, az biztos, hogy városi szinten a spórolást nem az iskolákkal és óvodákkal fogják elkezdeni. Sőt, idén második éve, hogy átvállalta a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a szülőktől az úgynevezett osztálypénz biztosítását is. Az előző tanévben döntöttünk arról, hogy az önkormányzat megpróbálja kiváltani a szülők által osztálypénzként adott összegeket a tanintézményeknek, és minden óvodás gyerek után évi 150 lejt, kisiskolás gyerek után évi 100-at és 5-12. Osztályos diák után évi 50 lejés támogatást adtunk a tanintézményeknek. Az önkormányzat már át is utalta az összeget. Az idei tanévre 812 000 lejt fizetett 10 112 diák után. Cserébe azt kérik a tanintézetektől, hogy ne kérjenek osztálypénzt a szülőktől. Külön kérés, hogy az osztályfőnökök és óvónők ne az intézmény fenntartására fordítsák ezt az összeget, hanem bármire, ami segíti a gyerekeket, hogy könnyebben megértsék a tananyagot. Bármire, ami segít nekik, hogy megtanuljanak boldogulni ebben a világban, mondta az előjáró.